Dobos Zita egy borsodi faluban nőtt fel, ami erős alapokat adott számára. Ott ismerte meg a munkát és annak tiszteletét, ami máig meghatározza mindennapjait. Egy miskolci rádiónál indult el kommunikációs karrierje, de az élet Debrecenbe szólította, amiért azóta is hálás. Szakmai sikerekről, családi tragédiáról, hitről és persze a nagy templomról is szó esett a meghitt hangulatú beszélgetés során. Ez a Respekt 20. adása. Üdvözlöm Önöket, Tisza Tibor vagyok. Ez itt a Respekt, az Alföld Televízió beszélgetős műsora. Mai vendégem Dobos Zita, kommunikációs és turisztikai vezető. Szia Zita! Szia Tibi! Nagyon nehéz volt készülnöm erre az interjúra, megmondom őszintén, mert te is csináltál már ilyen interjúkat, és most azt érzem egy picit, hogy az interjú végén egy kicsit kritikus leszel velem kapcsolatban. Remélem, hogy megfelelek ezeknek az elvárásoknak. Nem leszek, mert igazából irigykedem, mert abban a székben szerintem jobb ülni, mint ebben. Hát a hóhért akasztják most. Igen, egy kicsit. De remélem, hogy azért ez nem probléma neked, hogy magadról kell egy kicsit most beszélni az életedről. Reméljük, hogy nem lesz az. Meglátjuk. Szikszón születtél, ugyebár, és azt mondtad nekem, vagy azt írtad a vázlatos életutatban, hogy egy falusi lány voltál, vagy egy falusi lány vagy. Igen. Milyen egy falusi lány? De valóban Szikszón születtem, és én borsodi lánynak is tartom magamat. Ráadásul nagyon 2 éves koromig Kupán laktunk, ami egy 100 fős falucska, és nagyon-nagyon sok időt töltöttem el a nagyszüleimnél nyaralásokkal, úgyhogy ebből adódik az, hogy igen, én tényleg ilyen falusi vagy vidéki lánynak tartom magam, annak az összes magamba szívott jó dolgával együtt, tehát ugye a családtól, amiben így benne éltünk, az így mai napig meghatároz engem. Meghatározza gondolom az életedet is, igen. Mert azért aki ilyen faluból jön, vagy ilyen kisvárosból jön, az mindig magával hozza így a nagyvárosba azokat az értékeket, vagy azokat a dolgokat, amiket ott esetleg tapasztalt, amit akkor nem is gondolt olyan nagy értéknek, de most azért felnagyítódna. Ez pontosan így van. Mert hogy én igazából ott tanultam meg ezt a munkaszeretetet, meg a tiszteletet, illetve a családi összetartásnak az erejét, ami tényleg a mostani életemre a legnagyobb hatással van. Tehát akkor tudtam meg gyerekként, hogy a kétkezi munka amúgy az valójában mit jelent, amikor az osztálytársaim vagy a barátaim, ők a hétvégéket szórakozással és egyebeket öltötték, mi meg a tesómmal mindig mentünk, szombat reggel 5 órakor felkeltünk, és akkor ott nem volt kérdés, tehát menni kellett barackot szedni, vagy szedret szedni, és akkor a nyári szünetben pedig ez hétfő szerda szombatra tevődött, úgyhogy ezt megtanultuk. De hát kaptatok érte gondolom egy kis zseppénzt, vagy valamit, vagy nem? Akkor tényleg szerettétek ezt csinálni, meg tényleg akkor menni kellett. Akkor igazából nem volt kérdés, hogy ezt csináljuk-e, mert hogy ez volt a szokás, vagy ebben nőttünk bele, hogy mindenki megy így a családban, és hogy gyakorlatilag ugye a szülők, nagyszülők munka mellett ez egy ilyen plusz jövedelem volt, mi pedig, hogy ez volt a szokásrend, hogy a gyerekek is mennek. És hát akkor nem mindig volt őszinte az örömünk, tehát azért a nyári szünetben korán felkelni kiszeret, és a tűző napon gyümölcsöt szedni egyébként kiszeret, de most utólag ugye felnőtt fejjel erre visszanézve, hogy igazából mosolyogsz, és jó érzéssel gondolsz rá, és jó érzéssel beszélsz. Tehát hogyne, akkor megvolt a maga szépsége, igen. Utólag meg főleg. Igen. És oda jártál ugyebár gimnáziumba is, meg az általános iskolát is ott igen, végezted. Én Szikszóra jártam, igen, gimnáziumba és általános iskolába is. Ráadásul egy 6 méterre laktunk a gimitől, úgyhogy nevettek a többiek, mert most volt 20 éves osztálytalálkozónk, és már hívtak, hogy hol vagyok, és röhögtek, hogy hát persze nyilván Zita késik el, aki a legközelebb lakik a sulitól, és ez akkor is így volt, és most is igen. Hát ez így szokott lenni, hogy aki hamar vagy ott lakik, közel az azért oda a legkésőbb, mert az alszik a legtovább, nem? Ez így van, ez így van. És utána Debrecenbe kerültél. Igen, és hát
Igen, mert középiskola után Debrecenbe jártam főiskolára. Igen, tanító szakot végeztem, és kommunikációt, és nagyon-nagyon szerettem a debreceni éveket, sőt az egyik de nagyon jó szívvel emlékszem vissza, és nagyon meghatározóak voltak. És meg is voltak. Szeretted a várost? Nagyon, nagyon, uh-huh. Igen. Hát azóta is és ez azóta is tart, igen. Úgyhogy talán már ilyen két lakinak mondhatom magam érzésben, mert hogy nyilván, hogy itt lakunk, tehát hogy fizikálisan, de hogy ugye az elején, ahogy beszéltük, hogy borsodi lány voltam, de most már azt gondolom, hogy ezt a debreceniséget sem lehet tőlem így elvenni, vagy elvitatni. Igen. Megfertőzi az embert. Olyannyira megfertőzött, hogy hazamentem az egyetem után, hazamentem Szikszóra, és onnan Miskolcra jártam bedolgozni egy rádióban, dolgoztam szerkesztő riporterként, és sokat jártunk Debrecenbe, és az akkori református püspök Böcskei Gusztáv mondta, hogy hát akkor jöjjek már el mellé dolgozni szóvivőnek, és akkor 2009-ben döntöttünk úgy, hogy jó legyen, úgyhogy a férjemnek akkor olyan volt az állása, ami így, neki így mindegy volt, hogy honnan dolgozik, és akkor így elköltöztünk. És évekig Debrecen. Rádióztál ugye bár Miskolcon. Igen, milyen tulajdonság kell ahhoz, hogy valaki rádiós legyen? Mit láttak meg benned, vagy mi volt az a dolog? Szerintem igazából én gyakornokként mentem oda, hogy szeretnék akkor itt gyakornokoskodni, és nyaranta így már az egyetem alatt is jártam oda, és utána pedig felvettek oda dolgozni. Hát az egyik legjobb munkahelyem volt. Nagyon-nagyon szuper közösség volt ott, és olyan barátokat szereztem akkor, akikkel mai napig tartom a kapcsolatot, és egyébként így az életemben ilyen meghatározóak is, ahogy így jelen vannak. És hogy visszakanyarodjak a kérdésre, hogy mert hogy érdekeltek, meg érdekelnek is az emberek. Uh-huh. És ahogy mondtuk, hogy igen, hóhért akasztják, de ezen nevettünk itt az elején, de hogy mert én szeretem, tehát hogy érdekelnek dolgok, érdekelnek ügyek, az, amit egyébként a mások mondanak, és én ezt szerettem is megmutatni. Úgyhogy valószínűleg ez az a tulajdonság, ami oda ragasztott nagyon hosszú ideig, és akkor ami egyébként a mai napig megvan, mert hogy általában ilyen figyelemmel szoktam lenni. És ezek a közösségek nagyon-nagyon-nagyon fontosak, én is tapasztalom a munkahelyemen, hogyha jó a közösség, akkor az ember szakmailag is szánja. És hogyha nem jó a közösség, akkor meg lehet, hogy még rányomja a bélyegét a munkájára, és te is ezt érezted ott? Hát ott maximálisan, tehát ott nagyon-nagyon jó volt a közösség, és ráadásul utána ugye ez egy ilyen nagy döntés volt, hogy akkor most én tényleg akkor ott hagyok csapot, papot, és akkor eljövünk Debrecenbe. De nagyon jó döntés volt. Örülök neki, hogy debreceni vagy most már, mert ezért is hívtalak meg a műsorba, mert szeretjük a lokális embereket meghívni. Két csodálatos gyermeked van, igen. És megszülettek a gyerekek, de viszont utána történt egy nagy tragédia az életedben, ami azt gondolom, hogy ha rólad beszélünk, kikerülhetetlen. Mesélj el erről egy picit. Igen, valóban két csodás lányom van. A kicsi most 8 éves, a nagyobbik pedig most lesz 10. És ez a tragédia, amit mondtál, hogy ez több mint 5 éve történt, hát akkor meghalt a férjem, én hirtelen ilyen tragikus körülmények között, és hát az az életünknek nyilván egy meghatározó, de nagyon-nagyon nehéz időszaka volt. Így szoktam mondani, hogy talán így egy vagy két év így, mint hogyha így kicsit így kimaradt volna. Ráadásul ez miután én visszamentem Gyásról, akkor volt a kicsi 2,5 éves, az első munkanapomon történt, úgyhogy... Anélkül, hogy sebeket tépnék fel, de ez egy nagyon nagy tragédia, és biztos, hogy aki nem éli át, az nem tudhatja, hogy ez mi, de hogy mi sikerült, vagy hogy sikerült neked ebből felállni? Mi volt az, ami adott erőt ahhoz, hogy ebből felállj, azon kívül, hogy persze a két gyerek ott volt? Én azt gondolom, hogy egyébként úgy utólag visszatekintve, hogy így a jó Istentől kaptam arra erőt, hogy most itt legyünk, és hogy jól legyünk a gyerekekkel.
Nyilván nagyon sok év terápia is van mögöttem, és ami talán a legfontosabb, az pedig az a családi közeg, az a szociális védőháló, amit így szüleimtől, nagyszüleimtől, meg főleg a tesóméktől kaptam. Tehát az, amit gyerekkoromban megtapasztaltam, amilyen közösségben így együtt voltunk a családban, az nagyon erősen megmutatkozott ebben a nehéz helyzetben, vagy ilyen nehéz években, és így a szakmai segítséggel, a Jóistennel és ezzel a csodás családdal sikerült úgy túllépni rajta, hogy igazából hogy a gyász az ott van és ott maradt, de hogy igazából körbenőtte az élet, és az élet minden olyan örömével és bánatával, vidám pillanatával együtt, amiben tudunk a lányokkal boldogok lenni. Ez érdekes ismerni, személyes megjegyzés, hogy hagyd tegyek, hogy mi ismertük egymást már régebben, és én nem olyan régen tudtam ezt meg, és nem is tudtam ezt rólad, és mindig egy mosolygós, egy pozitív, egy igazi példakép voltál itt a szememben, meg úgy az emberekkel is, és én azt gondolom, hogy ez nagyon jó irány, és nagyon jó út, hogy tovább léptél. A Református Egyetemen is dolgoztál, ott PR vezető voltál. Mit takar ez, hogy PR vezető valaki? Mert sok helyről halljuk ezt most, ez nagyon divatos, hogy PR vezető lett mondjuk valaki, vagy PR-ban dolgozik. Mi volt ott a feladatod? Mert igazából amikor még Miskolcon dolgoztam, akkor az akkori BKF-en, most a MeToo-n elvégeztem a PR szakértő szakot, és szereztem egy újabb diplomát, és én ezt nagyon szerettem, mert igazából ez is ilyen közönségkapcsolat, ez is ilyen márkázás, és hogy ebben én úgy otthon éreztem magam igazán, és az egyetemen pedig minden olyan dolgot így magába foglalt, vagy így felölelt, ami a felvételivel kapcsolatos, ami a külső-belső kommunikációval kapcsolatos, ami egy márka erősítésről szól. És igazából nagyon sokat dolgoztam, mert ugye ebben az időszakban volt az, amikor a férjem meghalt, és akkor így egy kicsit volt munkaterápia is, és úgyhogy ez is úgy segített, és így bár nem PR vezetőnek vettek fel oda, hanem ugyanolyan kommunikációs munkatársnak, de hogy igazából ezt úgy sikerült kiépíteni. Élére álltál. Igen. Hát aztán olyannyira szerettem így ezt, hogy ezt a munkát utána a saját vállalkozásomba folytattam, mert akkor így azt gondoltam, hogy jó, akkor így ez a köteléket így, mert így el lehet így engedni, és akkor volt egy cégem, és digitális marketinggel, tartalomkészítéssel, SEO-zással és egyebekkel foglalkoztam, és hál' Istennek azt így szerették, mert így voltak utána egy alkalmazottjaim, és nagyon-nagyon jó is volt, de aztán eltelt egy időszak, amikor így azt éreztem, hogy jönnek ügyfelek, és akkor így vissza kellett őket mondani, mert hogy ugye, hogy így kicsik voltunk még, és akkor, hogy többet... Nem volt kapacitás. Nem volt, igen, és hogy az volt, hogy akkor most vagy ugrunk egy szintet, hogy akkor belevágunk ebbe, hogy na most bővítés. Igen, olyan nagy anyagi kockázatot, vagy nem tudom, azt így nem éreztem benne, hanem inkább időt, meg, meg azt, amit ugye egy embernek vezetőként bele kell tennie egy cégbe. És akkor azt mondja, hogy gyerekektől vetted volna. Igen. És akkor döntöttem úgy, közben kaptam egy megkeresést és egy másik állásra, és akkor úgy döntöttem, hogy jó, hogyha céget tudtam építeni, akkor igazából erre bármikor lehetek képes, de hogy Róza a kicsi akkor kezdte az iskolát, és az volt bennem, hogy viszont azt az időt, amit a gyerekekkel tudok tölteni, hogy azt nem tudom nekik így visszaadni, úgyhogy ezt ilyen jó szívvel így el tudtam akkor így engedni, és egy nagyobb fókuszt kapott a család. És utána jött egy olyan dolog, ami most is igen. van, és hát igen, mert egy eléggé jó pozícióba kerültél. Az én meglátásom szerint pont itt beszélgettünk is róla, hogy Debrecen a második legnagyobb város az országban, és annak a legszimbolikusabb épületének vagy te a
kommunikációs és turisztikai vezetője. Azért ez egy elég szép pozíció, és hát én úgy gondolom, hogy ha ezt sokáig megtartod, akkor még itt a végén lehet, hogy ott a nagy templomba valamelyik kis óramutatót elnevezik. Azt kevésbé hiszem, de hogy igen, mert hát több mint egy éve, vagy másfél évvel kerestek meg, hogy a nagy templomtól a lelkipásztor, hogy hát igazából ők szeretnének egy nagyobb fajta egy átalakítást, hogy a hitéleti részről egy picit gazdaságilag is leválasztani a turizmust, a kommunikációt, a rendezvényeket, illetve van egy a karakter könyvesbolt és kávézunk, tehát hogy a nagy templom fenntartásában működik, és hogy ezt az egészet egy ilyen ágazatba működtetni, és akkor arra kértek, hogy, hát, hogy ennek az ágazatnak legyek a vezetője, és hogy templom üzemeltetésestől és mindenestől, hogy ezt így vigyük tovább. És akkor ugye egy ilyen kettős cél van ebben, ami így azt gondolom, hogy így az örömöt és a mindennapi jót adja, az az, hogy ennek van egy egyfajta missziós tevékenysége, illetve a másik az, hogy annyira nagyon-nagyon sokrétű és annyira nagyon kreatív, ami meg a személyes életemben ilyen nagyon fontos, úgyhogy hát így valóban nem unatkozom a hétköznapokban. Hát a sokoldalúságodat meg kell mutatnod, ami meg vagy szerintem, tehát beszélgetni kell a tűzoltókkal, meg a papokkal. Tehát azért biztos, hogy egy jó munkakör, de szerintem neked ez testhez álló. Igen, nagyon szeretem, meg én tényleg hiszek abban, hogy ennek van jó missziós lehetősége, és az nagyon fontos számomra, hogy olyan ügyeket képviseljünk, vagy olyan dolgok mellé álljunk, amik számomra fontosak, vagy én azt gondolom, hogy értéket teremtenek, és azt gondolom, hogy itt a Debreceni Református Nagy Templomban vannak olyan értékek, amiket kutya kötelességünk megmutatni az embereknek. És itt nem csak az épített örökségre gondolok, hanem arra is, hogy hogyan él egy gyülekezet, mit jelent az Istenhez való tartozás, és hogy ezek hogyan határozzák meg egyébként számomra nagyon fontos embereknek az életét. És ebben van fejlődés lehetőség, vagy inkább az a siker, úgymond ebben a munkában, ha megmarad ezen a szinten, és ezt el tudjátok adni, úgymond a most divatos szóval élve a nagy templom brandet, vagy esetleg lehet ebben több is akár? Jaj, ebben nagyon sok lehet. Aha. És nagyon lehet ebben előre menni. Mindig szerintem csak saját magunk lehettünk ennek a korlátai, mert hogy mindig lehet újat, mindig lehet többet, és mindig lehet valamit jobban csinálni, és igazából ezen vagyunk, hogy ez így legyen. Itt ez a kávézó is mutatja, hogy azért igen, ez a nagy templom túlmutat úgymond önmagán, mert nem csak arról szól, hogy van a nagy templom, a templomi rész, és akkor ott vannak a misék, vagy akár... Igen, de igen, bocsánat, igen, mert ugyebár református templomról beszélünk, hogy az istentiszteletek, hanem inkább az, hogy van akár egy olyan hit élet is, igen, meg lehet élni ott az embereknek, mert beszélgettünk erről is, hogy oda csak olyanok járnak, akik esetleg reformátusak, vagy akik hisznek esetleg, de mondtad, hogy nem. Nem, és pont ez az, amire utaltam, hogy ez az a missziós lehetőség, hogy egyébként azok, akik nem hitéleti alkalmakra, tehát mondjuk nem egy istentiszteletre, vagy egy biblia órára jönnek be a templomba, el lehet érni őket úgy, hogy meg tudjuk mutatni a mi valódi értékeinket, és a református egyházról, a nagy templomi gyülekezetről kapnak egy ilyen nagyon-nagyon jó benyomást, és közelíthetjük egymáshoz magunkat, úgyhogy ez az, amikor arról beszéltem, hogy ez egy nagyon jó missziós lehetőség. És Debrecen városával is azért szimbiózisban működtök? Tehát igen, azért az identitás az megvan bennetek is, tehát a nagy templomba és a város irányt. Hát igazából meg ugye a református egyház történetét, illetve a Debrecen városának a történetét nem is nagyon lehet mondom, hogy elválasztani, igen, egymástól, úgyhogy igen. Tehát ilyen közös együttműködések nagyon, nagyon sok van. És lesznek olyan események, amik esetleg ilyen Európa szintűek is, vagy megmaradtok csak így a magyar palettán? A nemzetközi piacra való lépés és nyitás az mindig ott van.
meg ugye, hogyha a turistákról beszélünk, több mint évi 40 ezer fő látogatja meg a református nagy templomot, tehát hogy akkor azért, akikben nyilván külföldiek is vannak, de hogy azt gondolom, hogy a személyes fejlődésünk, vagy a gyülekezet fejlődésének, hogy ez már egy következő lépcsőfok. Először, amit mi most csinálunk, ami azt gondolom, hogy országos szinten így lehetünk rá büszkék, hogy van rajta így áldás, de hogy azt kell első körben ilyen nagyon jól, az egészet végezni és megcsinálni, és akkor utána. Azért gondolok itt erre, mert azért tettem fel a kérdést, az van mögötte, hogy azért Debrecenben elég sok külföldi cég jelenik meg most, és sok a külföldi, aki bejön, és lehet, hogy sokan nem is ismerik a nagy templomot, tehát ez is lehet egy jó kis szegmens, úgymond, amit meg lehetne igen, fogni, de hogy hál' Istennek egyébként ismerik meg, jönnek is, mert hogy az meg ugye abban a szerencsés helyzetben vagyunk, tehát hogyha valaki valamit megnéz Debrecenben, az a református nagy templom. Tehát úgyhogy emiatt ez a kapcsolódás is nagyon lehet. Megkerülhetetlenek vagyunk, igen. És mikor beszélgettünk, meg írtad nekem ezt a vázlatos életutat, kaptam tőled, akkor nagybetűkkel kiírtad, hogy hiszek Istenben. Igen, mert ugye... És ez nekem olyan jó érzés volt, hogy te ezt így felvállaltan leírtad. Ez nálad mit jelent? Igen, mert hogy van egy olyan zsinór mérték, ami alapján próbálom élni az életemet, meg ami alapján így próbálom nevelni így a lányokat, ami egyébként így gyerekkorom óta ilyen meghatározó, tehát mi ebbe így beleszülettünk, de hogy mindig voltak olyan megerősítések, és mindig voltak az életemnek olyan történetei, meg történései, amikor nagyon éreztem az Istennek a jelenlétét, vagy azt, hogy egyébként a mi életünkön is áldás van. Úgyhogy azért is írtam neked nagybetűben, mert hogy tényleg fontos számomra ez. Mint ahogy a család is, és az a közeg, ahol... És gyakorlod is? Igen. Igen. Heti igen. rendszeressége, tehát akkor így van beépítve az életetekben? Igen, igen, igen. Az, hogy heti rendszerességgel, az, de hogy igyekszünk, igen. Meg ugye a lányok és református iskolába járnak, úgyhogy igen. Hát akkor szerves része igen, az életetekben. Nekünk az élet, hát igen, minden területen, ugye a gyerekek iskolája, az én munkahelyem, és igen. És hát ugyebár a műsorunk az... annak a vezérvonala, vagy a témánk, a legfontosabb téma ebben a műsorban az, hogy mi a siker az aktuális alanynak az életében, akivel éppen beszélgetek, és ezt felszoktam tenni ezt a kérdést mindig, mert mindenkinek más a siker, és én ezekre vagyok legfőképpen kíváncsi, hogy mi neked a siker, vagy mi az az életedben, ami azt gondolod, hogy siker, és mondjuk mi lehet még a siker, hogyha tudsz egy picit számot vetni ilyen fiatalon. Azt gondolom, hogy az, hogyha békességben, meg szeretetben élek a családommal. És pont, igazából, mert hogy én tényleg a mindennapokban is ezt élem meg sikernek, hogy amikor együtt vagyok a lányokkal, vagy amikor a szüleimmel, vagy amikor a tesómmal, meg amikor így a barátaimmal, és hogy azok az emberi kapcsolatok, amiket így nagyon szeretek, és amikor velük vagyok, hogy akkor tudunk egymásnak örülni, és tudok velük osztozni abban, hogy igazából, hogyha tavasszal kimegyek a kertbe, és ránézek a virágokra, és így nyílnak, hogy akkor így jól vagyok. Tényleg jó vagy, mert bepárásodik a tekinteted, meg szívből jön ez, tehát ez... Akkor számodra ez a siker, az életedben. Apróságoknak tűnnek, de azért ezek a nagy dolgok szerintem igen. Az életben. Úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál. Köszönöm és a meghívást. Egy személyes megjegyzés, hagyd tegyek, szerintem egy nagy példakép lehetsz itt mindenkinek a munkádból kifolyólag is, mert szerintem egy nagyon nemes dolgot csinálsz, meg abból kifolyólag is, hogy azért az életutadban voltak olyan mélységek, amiből fölálltál, és nagyon megtiszteltél, hogy itt voltál, úgyhogy köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásomat. Köszönöm a meghívást. Ez volt itt a Respekt, az Alföld Televízió beszélgetős műsora Doboz Zitával és Tisza Tiborral. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra.